Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t. Hát már nagyon az endgame fele közeledünk. Ugye már a DLC-t gyűrjük, hát ott tartunk valahol a közepén a DLC-nek. És hát könnyen lehet, hogy ma be is fejezzük nem csak a DLC-t, hanem az egész játékot, bár ez azért attól is függ, hogy én hogyan teljesítek, de minden esetre igyekszem, amennyire csak lehet. És hát azért nagyon gyanítom, hogy ma be is fejezzük a Dark Souls-t. Aztán, ha nem, akkor valószínű holnap. De erről majd értekezünk, hogyha aktuális. Jó? Hogyha ma nem sikerül befejezni, akkor holnap. Na, és ugye a heti program az nagyjából ennyiből is áll. Ugyanis én pénteken elutazom, úgyhogy jövő héten nem lesz stream, meg most hétvégén se. Valószínű 10-én lesz újra stream, de majd ezt még meglátjuk. Discordon majd értesítek mindenkit. Na de, ma viszont játszunk, úgyhogy nézzük is. Hello Nevermind, szia. Na. Szóval ott hagytuk abba, hogy legyőztük ezt a lovagot tulajdonképpen. Én visszajöttem embermódba, és kicsit megerősítettem ezt a bonfire-t. Hát szerintem majd látni fogjátok, hogy miért. Már megy a morgolódás. Viszont én visszanéznék ebbe az arénába. Van egy füstkapu is. Ugyanis itt van valaki. Hát lehet, hogy ez a lovag özvegye. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. A barát. I pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Hát az a helyzet, szerintem ha nem adjuk oda neki, ő mérges lesz. Viszont ha odaadjunk neki, akkor meg az Artoria Soul, nem tudom, hogy az betörhető-e, azt meg kell tudna nézni, tehát meg tudjuk enni. Hát a fegyver biztos nem kell belőle. Gondolom. Hát, most kedves leszek, odaadom neki. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Oh. Adott itemet. May the Lord guide thee. Jó. May the Lord guide thee. Rendben van. És mit adott? Ezt a tracert. Ó. Ash scalinges dexre. Az menő. Na várjatok. És mi a másik? Gold tracer. Ez az A-scaling-es, meg scaling-el strength-re is. Nem tudom, hogy... Tegyük be. Hát nem hiszem, hogy most nagyobb damage-e van. Hát igen, 178 azért az nem sok. De ugye ez most level 1-es, tehát messzire nem megyünk vele. Esetleg még megnézhetnénk a másikat. Igen, na ez már 259-es. Vajon ezt tudjuk-e most fejleszteni?
gyorsan megnézem. Mert az e-scaling, ez nem hangzik rosszul. De... hát igen, ezt tudjuk fejleszteni. Melyiket kéne? Ennek nagyobb az alap damage-e, a másik meg e-scalinges. Még az a baj, hogy szólunk sincs annyi. Na mindegy. Az e-scaling a legjobb. Az S. Tehát E-től A és S. Jó. Majd ha lesz szólunk, akkor fejlesztünk rajta. Az a baj, nincs szólunk. Szóval... Nem tudunk. Na, nézzük meg, mi van itt a füst mögött. Purple Covered Crystal. Ez egy PvP aréna, ugye? Igen, ez a PvP aréna. Jó, hát akkor ezt itten is hagyjuk. Oké, a nő még mindig itt van. Jó. Na, akkor megyünk tovább. Igen, Sedit Adri, azért akarom megnézni, csak nem tudom, hogy szerintem az e-scalinget lenne érdemes fejleszgetni. A falu. A falu és a lakók. Ez egy titkos fal. Akkor ez. Nem. Mehetünk tovább. Oké. Hűha. Elfogyott a stamina. Hát egy picivel több damage pont most jól jönne egyébként, mert akkor one shot lenne ez az enemy, de nem baj. Jó, itt van egy lift, ami gondolom egy shortcut lesz, majd ha beaktiváljuk. Jó, megyünk tovább. Jó, hogy itt vannak ilyen varázslók is. Oké. Szól. Ide erre miért lehet eljönni? Mint ha valaki sikított volna, de nagyon. Nem tudom, oda át lehet ugrani? Vagy... így. Valaki itt danonászik.
Let there be light. Ó, ez menő volt. És mi van itt? Egy láda? Egy silver pendant. Ez mire jó? Deflects dark. Lehet, hogy ez majd kelleni fog nekünk. Na mindegy. Ezt jó, hogy megtaláltuk. Gondolom. Ó, hát persze. Az jó nagy damage van. Abban megegyezhetünk. Megint ilyen labirintus. Jó, hát ott voltunk lent az előbb. És akkor erre jövünk tovább. Itt lefele. Itt mellé. Ez baj. Jó, megoldottuk. Dark Orb. Azt gondolom, ami varázslás. Igen. Oké. Okay. Na mindegy. Ez egy zsákutca. Nem, vissza tudunk menni. Jó, hát gondolom arra már nem volt semmi. Úgyhogy akkor... jövünk tovább. Ugye itt elkerültünk ide, de lehet menni tovább lefele. Így van. Hát ez fantasztikus. Oké. Okay. Nem baj. Igen, human formba vagyunk, ilyenkor az invade az gyakoribb. Ugye sokat játszottunk, sőt nagy részt hollow formba játszottunk. Semmiatt nem nagyon volt invade. Van nálunk... Az a baj, nincs nálunk több...
Ha már itt vagyunk, megöljük. Lojtalizmán nincs több. Aminek nem nagyon örülök. Hát ugye egy titkos falat találtunk. Szavasz. Utolért. Le akartam rásolni. Mint láttátok. Csak nem sikerült. Semmi baj. Nincs messze. Egyébként. Ugye ezt a kerülőt most nem kell megtennünk. Viszonylag gyorsan át lehet jutni. És amúgy ott van lent a szól, szóval eddig kell jönni csak. Nevermind, itemeket discoveröltünk. Nagyon mérges leszek, hogyha... Ha nem tudom fölvenni a szólt. Az jó. Nyerni Facebookon az mindig jó. Hát ilyen ez a Facebook. Simán lehet nyerni. Ha. Ott van bent egy József. Jó. Rubbish. Okay. Meg ugye kaptunk két kardot. Arról még lehet, hogy lemaradtál. Ezt a Dark Silver Tracert, ami egy scalinges dexre. De az alapdamage-e nem valami magas. Lehet, hogy érdemes lenne ezt kihúzni. Illetve van ez a másik Tracer. Ennek magasabb az alap damage-e, de A-scaling-es. Igen, a Artorias lovag, igen. Tehát akit múltkor utoljára öltünk meg. Az ő lelkéért kaptuk. És ez az A-scaling-es, ez... A fasz van én. Ez jól hangzik. Hát vannak vagy ketten. Oké. Hát itt szép lassan lecsipegethetjük őket. Úgy. Igen, akkor másik kardot kapok. Akkor gondolom az ő fegyverét kapom meg.
De nem akartam most megölni. Nem tudom, hogy akkor, tényleg akkor milyen kardot kapok. Hűha. Annak ott nem örülök. Dark Silver Tracer. Ugyanaz, csak poisonous. Hát minél most már ez van. Ki lépked itt? Mintha valaki lépkedne. Na mindegy. Most már jó lesz. Oké. Ez remek. Jó, ez nem titkos fal. Lehet, hogy erre kell tovább jönni majd. Nézzünk erre fölfele. Hát ez nem bug, itt a térképen volt, vagy a mapon van valami. Hát jó, lehet, hogy bug. Na, nevezzük bugnak. Hello?
És ide most miért volt jó feljönni vajon? Nincs több lojzunk. Oh. Shit. Ez szomorú. De, csak néztem, hogy... Mert ugye, hogy kiugrok, akkor... Nem tudom, hogy vissza tudok-e jönni, vagy hát gondolom vissza tudok jönni, csak... És akkor itt van a vics, de ezt a kötelet meg itt elvágjuk, csak hogy az item lehessen. Na, és most ugrunk ki. Oké, itt a tető. És erre elnézünk, hogy itt mi van. Egy item. Humanities. Nagyon jó. És tudunk tovább menni lefel. Le. Hát. Jó, végül is így is jó. És akkor fölvesszük ezt az itemet. Ami egy varázslás, tehát számunkra totál haszontalan. De nem baj, mehetünk tovább. Brutál ez a sikoltozás egyébként. Csak nem. De. Úgyhogy szerintem le is csücsenünk, ha már megvan nekünk ez a shortcut, mert csak idáig kell visszajönni. Na! Szintet lépni nem tudunk, bár lehet, hogy be tudunk törni. Most azon gondolkodok, hogy fejlesszük-e esetleg. Mit csináljunk? Húzzuk ki az egyiket, nézzük meg. Csak melyiket? Ezt, amelyik e-scalinges. Vagy ezt, amelyik e-scalinges. Na várjatok, még valamit megnézek. E-scaling és E-strength-re, ami mondjuk nekünk nem annyira érdekes. Ez pedig... és ez is E-scaling-es. Hát akkor szerintem ezt kéne. 160-as crit. De nem bleed-el. Ennek meg van bleedje. Na melyik legyen? Gold, a Gold Tracer vagy a Silver? Dark Silver. Még lehet, hogy van annyi cucc nálunk, hogy ki tudjuk mindkettőt húzni. Jó. Washing Paul. Azt hol vegyek washing pole-t? Meg miért kell washing pole? Az mire jó?
Ó, és ezt csak eddig tudjuk? Ez érdekes. Twinkling Titanite. Lehet, hogy valamit ki... hát igen. Ez még lehet, hogy az még benne van, hogy valami olyan spéci ember kell ehhez, amit mi nem adtunk le a Takeshinek. Na, mindegy, nézzük meg. Oké. 386. Hát kisebb a damage-e. Kisebb a damage-e. Nem sokkal. Kiveszem az úgy. De... Na, ezt akarom. Aha. Hát, mindegy, igazából. Tudom, hogy... Tehát azt mondom, hogy az embert nem adtuk oda... Ja, hogy... Ah, lehet, hogy nem az ember... Na mindegy, menjünk. Menjünk. Hullanak. Mondjuk elég sok ember van nálunk. Ez struggle. Na mindegy, menjünk el a pálya végéig. Aztán meglátjuk. Nézzük meg a másik fegyvert. Mi történt? Valami történt. De mitől haltam meg? Tehát, mintha vánsat volt volna a varázsló. Igen, kisebb a damage-e, az gyaníthatóan kisebb a range-e is. Valamennyivel gyorsabb. Tehát olyan gyorsabbnak tűnik. Mint hogyha kevesebb staminát fogyasztana. Hát nem tudom. Sétadrin, nem a te hibád volt. Fogalmam sincs, hogy mi történt. De komolyan. Mint hogyha az a varázsló most vánsatolt volna valamiért. Lehet, hogy az valamilyen nagy, über erős varázsló. Oké. Dark Magic ellen. Egyelőre még nem jelzett a pánik riasztó, szóval nincs baj.
At about level 50 you should have no trouble with them. Hát mi olyan 90 környékén vagyunk. 88. Jó, hát nyilván nem lesz velük gond, csak hogy meglepődtem, hogy mi ez a damage. Látjátok? Brutál. Tehát a 3-4 HP-t levitte. Na! Mi van? Jó, menjünk tovább. Nagyon nagy ez az aréna. Én félek. Halló? Menj már. Ez nem is boss. Mellé. Jó nagy köve van. Szevasz. Kaptunk láncos leggingset. Hogy mi ez? Fogalmam sincs, hogy ez mi volt. De összetört egy csomó izét, szobrot. Whatever, menjünk tovább. Aggódok a hangok miatt. Ezért most ilyen pánik, így az endgame fele. Adok a HP-re. Jó.
Állj meg! Állj meg! Titanite Shard. Ó, hát ez remek. Jó, így nem rossz. De hogy tud olyat is. Jó, megyünk tovább. Mint hogyha itt lennének ilyen kövek, gondolom megint ez ilyen jelölő, hogy erre kéne tovább menni. Szosz. Megyünk lefele. Mi a... az? What? Az egy macska, vagy... Hű, ez rohadt nagy. Oké. Okay. Ja, észrevettem, hogy nem volt fall damage. Kicsit meg is ijedtem, hogy így leestünk. De hol van? Vagy csak a lámpással lehet látni? Shortcut lesz. Van lent Illusionary Wall. Ó! Oké. Ultimate Shortcut. Jó, megyünk is vissza. Van lent Illusionary Wall. Jó. Gondolom a lámpással ki lehet nyitni, tehát ezzel a fejjel.
Fú, nem tudom, Nevermind, hogy... Megkeresem ezt az Illusionary volt. Reméljük megtalálom. Az ajtó mellett? Hát, én nem tudom. De hol ezt? Hello? Cleansing Great Shield. Dogó. Igen. Arthurius Knight. Akit benyelt a mélység, vagy nem is tudom. Jó, hát megmentettük a dogót, kaptunk egy shieldet. Amit mi nem fogunk használni, de... Vagy hát valószínű nem fogunk használni. Na, akkor gondolom, itt menjünk lefele. A macska szellem vezetett ide, én is ezen gondolok, ezen izélek, hogy nem a macska szelleme nem hagyta, hanem azok a fura alakú szellemek nem hagyták békén. Ezek. Humanity. Akkor ez ilyen humanity farm rész lenne. Elég sok humanity-t ad. És
sejted, hogy én nem nyávog... Nem nyávog semmi. Én nem hallok nyávogást. Ezt szerintem csak te hallod. Black Flame, egy újabb varázslat. Jó, akkor megyünk föl és tovább. Varázs még nem értette, hogy mi van. Hát ez... Csak így megállt, az... Semmi. Oh, oké. Okay. Rohadt nehéz belőni, hogy hol van. Tehát alig lehet látni a... Tehát nem tudom, hogy milyen messze van a... Mert nem tudom, hogy ez a kicsi, a nagy, vagy melyik verziója ennek a... Enemynek. Kicsi meg is csípett. Oké. Okay. Dobálják a humanity tényleg. Elég jól. Na legalábbis az eddigiekhez képest. Lefele megyünk, gondolom itt ez a lényeg. I'm carving. Ez micsoda? Az előbb is fölvettünk már egy ilyet. Hello Sheriff, szia-szia. Nem kulcs. Help me. Archery carving. Very good, help me. Ja, PvP item. Ó, oh, oké. Okay. Hol vagyunk most? Jó, oké. Kicsit megerősítjük itt a dolgot. Mert... Mert. Nálatok csak gumit égetnek? Hát látod én humanity-t. Na. Jó. Mehetünk. Ha visszatállok persze. Mert mindegy, menni kell lefele. Olyan messzire nem kell, mert ugye most a macskát nem kell már, vagy mi a dogót nem kell már megmentenünk. Úgyhogy... itt csak megyünk le nyíl egyenesen. Aztán aki jön ellen, azt bedaráljuk. Oké. Okay. Ugye itt volt a
Igen, itt volt a macska. Vagy a dogó pontosabban. De most... basszus. Na várjatok. Mert valami most nem... Nem erre jöttünk volna. Mindjárt meghalunk egyébként. Főleg... Ja igen, mert így... Ó, oké. Jó, igen, itt leestünk. És jött a banda. Tudom már. Oké. Stamina. Jó. Igen, másik irány volt. Ja, így jöttünk. Még lehet, hogy ez a jobb út egyébként, amiatt a varázsló miatt. Az a varázsló nagyon rossz helyen van. Mondom, Humanity Farm. Ez egyértelmű. Jó, és... Merre jött? Itt vissza is föl valahol. Azt hiszem erre. És itt lesz a varázsló. Így van. Jó, hát igen, ez az út tényleg jobbnak tűnik. Is van a szól, és akkor hát itt kéne valahogy úgy. Mondjuk így. Hát nem erre. Semmi baj. Azt mondod, hogy világítsak? Hát világíthatok. Vagy... Oké. Okay.
Na, még itt ezt megnézzük. Hát fölösleges volt. Jó. Na hát akkor nézzük, hogy mi rejlik a hármas ajtó mögött. Lettünk ragadva. Pedig igyekeztem nem elragadtatni magam. Ó! Big Big Boss. Hát ez... ez csodálatos. Manus! Hello! Jó, vanna. Eddig csak healeltem, meg dodge-oltam. Semmi baj. Na, most végre megütöttük. Á, de ő is. Oké, meghaltunk, de nem baj. Oké. Tehát akkor tud nekünk jönni segíteni Sif. Szerintem behívjuk. Nem tudom, ennek a bossnak is van farka. Ami... ami azért érdekes. Mert akkor gondolom le lehet vágni. Anyád! Nem arra megyünk, hanem megint leesünk. Vagy itt is le tud... hát itt is le tudunk esni. Ja igen, itt... hát shortcut. Jött az egész család, ez borsodi szitu a javából. Basszus. Szia uram. Már csak azért is jó lenne Sifet megkérni, hogy segítsen, hogy egyrészt ne szívjunk vele sokat, másrészt meg a farkát, hát ha. Szia, Ennis. Meg kéne találni az utat. Hát nem ez. Tudom, ott a varázslónál van mi. Igen, ott kell lemenni nála. És az a baj, rossz irányból jövünk. Hát... hű, hogy kerültem ide? Na mindegy, most már így tudom.
Igen, itt lesz a varázsló. Hello. És itt megyünk le. Fontos, hogy megyünk és nem esünk. Ez nagyon fontos. Azt mondod, hogy itt van valahol a földön a jele. Megnézzük. Bent van az arénában? Hadonászok, mint egy hülye. Meg is halunk. Nem. Akkor human form kell hozzá. Az milyen kombó volt? Jó. Semmi baj. Igen, igen, olyan feszültnek tűnik a manus. Csapkod nagyon. No humanity. Nyomunk egy 20-as flaszkot. Én azt mondom. Silver pendant? Akkor azt valahogy applikálni kéne. Szóval hogyan lehet applikálni? Vagy mit kell azzal csinálni? Short duration. Ja, akkor majd bemegyek és use. Gondolom. Vagy mielőtt bemegyek. De várjatok, már Dark Magic-es? Nincs arra valami... Miért rémlik, hogy arra van valami? A Silver Pendant van rá, oké. De azt lehet equipelni, nem use-olni? Mondjuk azt nem tudom, hogy gondolom lehet többször is, tehát nem csak egyszer.
Flask mellé. Ja, hogy úgy equip, oké. Okay. Mindjárt lemegyünk, és akkor ott a füstkapu előtt betesszük. Na és akkor valahol itt lesz majd a... Erre kíváncsi vagyok, hogy... Ó, oh, oké. Okay. Ott van, ott van, ott van. Ott van. Hát srácok, ezt beszarok. Használjunk valami pajzsot? Ez kövi körben biztosan meg lesz. Hát igen, a staminát azt leveszi, viszont hát ha marad annyi staminám, hogy bele tudok ütni egyet. Az is előrelépés lenne ahhoz képest, ami most van. Igen, human formba vagyunk helye. Hát... Oké. Okay.
Tehát akkor kell, amikor kasztol? Én azt hittem, hogy az ilyen fix dolog, mármint hogy... Jó, akkor nem vacakolok vele nagyon. Egyelőre legalábbis. Magic Perry. Jó, oké. Hát akkor megpróbálok odaszaladni a Sifhez. Hát ha. Nem, az a baj, hogy olyan kombói vannak. Lényegében megérinteni se tudtuk rendesen. Tízféle atakja van. Oké. Az kéne Nevermind hit. Mit csinálsz? Rossz gombot nyom a hülye. Na, már csak az lenne jó, hogyha ide érne. Na. Shit. Buxinak amúgy van HP-ja. Tehát úgy... Alapvetően... őnek jobban ment. Ő nem halt meg. Ja, jó volt. Bár nem tudom, hogy a... A Silver Pendantet jókor használtam-e. Nem kaptam be szerintem Magic Damage-et. Szóval... Talán akkor így kéne. Tehát ott láttam, hogy elkezd valamit... hadonázni a levegőben. Hát, Enes, hogyha...
nagyon nem megy így, mert így most azért tényleg nem tűnik olyan lehetetlennek. Főleg ennyi Estusszal. Mondom, az a bajom, hogy nagyon gyorsan jön, és folyamatosan jön. Tehát nem áll meg egy pillanatra se gyakorlatilag. Ezért jó tényleg, hogyha jönne a dogó, és kicsit beagrózná őt. Mert akkor úgy más nem hílelni el tudnék menni, vagy staminát tölteni, vagy mit tudom én. Meg már jött volna lefejelni. De mondom, mindez az kell, hogy le tudjam hívni a kutyát. Ami már önmagában kihívás. Tehát egy... Mit damage-elt? Most kapta a dobó. Na, erre gondolok, hogy... Ez a kombó, ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát menet közben így semmi. Tehát se dodge, semmi. Ó, se jut, Adri, majd még ezt kitalálom, mert... Közben azért lesz más játék is, ami így érdekes. Vannak ilyen kisebb, rövidebb indie gémek, amiket meg akarnék nézni. Meglátjuk. Nézdeik, az a baj, az íjnak olyan pici damage-e van, hogy nincs annyi nyíl összesen a játékba, hogy le tudjam szedni, tehát... Az nem játszik. Nem mi azok. Hát becélozni, lőni, mit tudom én, hát szétszed ide. Bármit is tudnék vele kezdeni.
Ah, megoldjuk, megoldjuk, csak... Ez egy tipikus olyan boss, amihez kell egy kis idő, mire meghekkeljük. Timing nem jó. Na, erre jó a dogó például. Hogy leveszi az agrót csak egy kicsit. Most hol van? Menjél! Eridj! Hova? Két Magic után benyom egy fizikát. Hát nem tudom, szerintem ez a tax, ez működhet.
nem tűnik rossznak. Mondom ez, hogy picit többet agrózhatná a dogót. Ezért próbálunk mindig úgy menni, hogy a dogó fele. Hogy a boss csalni a dogó fele, hogy a dogó is menjen a boss fele. Az kicsit... Elég, ha beleszúr kettőt. Most az engem nem érdekel, hogy gyakorlatilag nulla damage-e van a kutyának. De elég jó tankos, szóval... Nem hal meg két ütéstől, mint én. Hát én nem káromkodok. Nem vezet előre. Megint ez a kombó. Így van. Most csak a fél HP-mat szedte le. Na, és ilyenkor lehet healelni, tehát erre jó a kutya. Meg lehetne bevinni egy kis damage-et. Elugrott. Oké. Nem tudtam kikasztolni a pendentet. Mm.
Még próbálgatnám ezt egy kicsit. Pajzs előtt. Na, amúgy a pajzs is olyan, hogy... Hát nem tudom. Most, hogyha eldodzsolom, igazából... Utána is tudom ütni, hogyha ha úgy sikerül. Hát nem tudom. Tegyünk fő armort. Egy csomót. Mondjuk az a physical damage ellen biztos, hogy segítene. És amúgy az egyelőre a nagyobb szívás, mert... Ez a magic damage-et egyrészt a pendenttel ki tudom védeni, másrészt meg nem olyan sokat kasztol egyelőre. Na, lemegyünk, aztán megnézzük, hogy mi van. Főteszünk egy kis heavy páncélt physical damage-re. Egyelőre a pajzsot nem. Az a baj, hogy hát igen, nagyon-nagyon sok damage-et oszt ki. Azt hittem, van itt valami szellem. Physical damage-re. Egyelőre jó. A kesztyű már nem fér föl. Mondjuk ezt kivesz. Jaj, hogy ne rolloljak egyáltalán? Leveszem armorból. Tehát így nem érdekel. De van annyi poison, tehát nem fog leütni a lábunkról? Vagy mindegy? Meglátjuk, hogy mennyit... Hát azért üt. Megyünk ilyen gyök kettővel. Jövünk.
Hát erre a körre nem pazarlok humanity-t. Tulajdonképpen ez nem dodge. Ez bookfence. Ja, blokkoljak. Amúgy nem tudom. Most ez nyilván hülyeség, hogy lehet-e perizni. Hát igen, jó nagy Jóska, nem hiszem, hogy le lehet perizni, de... Fura volna nagyon. Farkát sem lehet levágni, hát akkor... Nagyon unalmas... Unalmas boss. Na. Blokkolok. Csak leviszi az összes staminám. Hát ez a build, ez nem ilyen. Maradjunk annyiba. Igen, folyamatosan üt. Ja. Fogalmam sincs, hogy mit lehetne használni. Valami, ami még úgy rollolhatóvá tesz. Hát... Santusos? Annak is nagyon kicsi a... ezéje. Már annyira nem. Hát, megnézzük. Ja. Ó, várjátok. Be kéne nyomni. Ez a teljes szett. Hát a physical damage ellen valamennyivel jobb. Ez.
Igen, ez a saját fejemtől nem látok fejfedő. Tehát nem is az a baj, hogy mondjuk más elém áll, vagy hanem a saját magamtól nem látok. És rossz fele dodzsolok. Na jó. Meg lesz ez, csak... Még egy kicsit pörgetni kell. Most az RNG is jó volt, azért azt is hozzá kell tenni. És szerencsés volt az óra.
Köszönöm a csíreket, segít Adri. Láttam az előbb is, csak nem figyeltem. Mármint, hogy nem reagáltam. Az igen. Az igen. Így közvetlen közelről bele az arcomba. És így esélyed nincs. Mindig kitalál valamit. Hát szerintem jó lesz ez a taxi így. Tényleg jó lenne, ha kicsit gyakrabban
rátenni az agrót a dogó. Hát mindegy, ez van. Hát most nincs mit tenni. Ez a 20 Estus, ez bőven elég szerintem. Igazából szerintem 10 is. Nem tudom, hogy használtam-e már egy L10-et egy fájl során, vagy egy try során. Nagyon nem volt meg. Nem mindig segítenek, hogy ott vannak ezek az oszlopok meg. Na mindegy. Hát a ritmus nem volt most meg, igen.
De... A kombo első két részét a dogó kapta, a másikat én. Hát igen, Dark Souls DLC. Azok mindig nehezek. Gondolom, milyen lesz a Elden Ringnek a DLC-je is, hogy mindenki szerette az Elden Ringet, hogy ó, hát azért olyanok is élvezik, akik amúgy annyira nem ügyesek. Kivéve az optional részeket. Ugye. Na hát majd a DLC szerintem ott is olyan lesz, hogy hát igen, a kőoszlopok annyira nem segítenek, az biztos. Bele is akadok, meg a kamera is mozog össze-vissza. Hát nem tudom. Talán a varázslás elakad benne. Csak azok meg akkora adag mindegyik, hogy... nem tudom. Na, most ő kapta a kombó egy részét.
Hát, ha én többet látok. Oké. Megvan.
Hagyj már békén! Na mi van? Ó, fasz. Bocsánat. De faim volt, akartam mondani. Hát ez ki? És ő ennyit tud mondani? Hát jó, várjatok majd percet, nyitok egy ablakot, mert kezd itt meleg lenni. Ha zajokat hallotok, akkor tudjátok. Oké. Okay. Akkor vele nem nagyon tudunk mit. Na jó. Akkor ezzel a DLC-t így kivégeztük? Vagy üljünk le, és akkor nézzük meg, hogy magához tér a járny. Rezetelünk egyet. Akkor ez ennyi? Alapvetően? Ha valaki rá tud nézni egy guide-ra, akkor... Ja, és akkor menjünk vissza a Royal Woodba. Hú. Na, melyik volt az? Ezt tudni, hogy a Olesiel, de hol volt a... Tudjátok, az a nagyon hosszú lift, vagy nagyon gyors lift. Talán a Dungeon? Megnézzük. Nem. Nem. Vagy... Nem. Tovább volt még, nem? Amint, na, visszább. Ja, a kutyánál lent, persze. Oké. Igen. Ja.
És akkor ő kicsoda? Black Dragon Calamite. Calamite. Bossmong. Még egy. És fekete, hát black. Ha így hívják, hát így hívják. Na és ő hol van? Már csak ez a kérdésem. Így rohangálják össze-vissza, az majd meg lesz. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Kell ez, nem kell ez már. I'll be seeing you, if you survive your travels. End of a valley going down from the royal forest. I know. Egyszer elindultunk arra, és mondtátok, hogy az nem jó irány. Arra. Igen. Oda, itt. Nem ott. Akkor most hát tudom, hogy miért nem jó irány. Ja, hogy az a nagy sárkány, amelyik itt repült el. Sárkányokat mindig is szerettem. Annyira, mint a kutyákat. Azok a legjobbak. Hát igen. Paradontax is sikerült, ja. Kétségtelen. Micsoda moveset. Ez Fall Guys? Szevasz. Nem akarok róla beszélni. Jöttünk volna létrán is. Ok.
annak örülök, Nevermind, hogy a farka vágható, de hogy fog... Tehát, hogy... Le kéne lőni? Akkor lehet, hogy leesik a földre. Gondolom. Az micsoda, Nevermind? Hawkeye, go! Crest key. Nincs. Hát egy mimic chestet ott hagytunk. Akkor ezt most nem tudjuk megcsinálni még. Jó. Na, akkor srácok, tudjátok mit? Holnap befejezzük. Jó? Holnap meghackeljük ezt a mimic chestet. Veszünk itt a fickótól Lloyd, mert az Lloyd talizmám az elfogyott. Igen, van ez meg az ending. Tehát a rendes game ending. Úgyhogy az ma már nekem nem fér bele. Viszont holnap, akkor megnézzük. Lehet, hogy holnap csak ilyen rövid stream lesz, hát annyi amennyi, hát majd meglátjuk. De akkor holnap befejezzük. Szerintem... Szerintem mehet a szokott időben. El kéne mennem edzőterembe, de... Na mindegy, majd valahogy megoldom. Jó, szerintem megy a szokásos időbe. Csak nem szeretek túl korán edzőterembe menni, mert sok középiskolás van olyankor, aztán... Na mindegy. Elmegyek. Lehet, hogy elmegyek reggel. Én 6 óra körül még nem szoktak lenni. Jó, na hát akkor megállunk. Alapvetően én örülök, hogy ezt a boss sikerült most itt nekünk cirkumbeniálnunk. Úgyhogy ez jó. Ezt a sarit meghackeljük, és akkor tényleg utána jöhet az ending. Nem tudom mire számítsak az ending kapcsán. Meglátjuk. Na, úgyhogy akkor holnap befejezzük, és akkor meglátjuk. Meglátjuk, hogy sikerül. Na, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és szurkoltatok. Gyúrjak pogácsa tésztát. Hát az a baj, hogy az a nyakamnak meg a hátamnak nem tesz jót. Mármint, hogy rosszat se, de itt most jót kéne tenni, úgyhogy azért megyek edzőterembe. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a cheert, még egyszer Sedit Adri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és legyen kellemes estétek, találkozunk holnap is. Sziasztok!